mintegy 400 vajdasági és kárpátaljai általános iskolás diák érkezik a Rákóczi Szövetség 12. nyári táborába, Sátoraljai Újhelyre, a szórvány területekről is. Csáki Csongor a következő vendég. Így van, a Rákóczi Szövetség elnökével beszélgetünk Skype-on. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Anyanyelvi tábor Sátoralja új helyen és egy színjátszó tábor Székesfehérváron. Az anyanyelvi táborba honnan kik érkeznek és hányan fognak ott kikapcsolódni és együtt lenni egy héten keresztül? A Rákóczi Szövetség egész nyáron táboroztat, ami azt jelenti, hogy mintegy 5000 diáknak és tanárnak igyekszünk lehetőséget kínálni hétről hétre a különböző tematikus táborainkban, és ezek között a táborok között kiemelt szereppel bírnak az anyanyelvi táborok, amelyek elsősorban azokat a külhoni szórványközösségeket igyekeznek megszólítani, ahol nagyon nagy szükség van arra, hogy a szülők jól döntsenek akkor, amikor a gyermekük iskola kötelessé válik. És igazából ezeknek a diákoknak, akik most érkeztek Kárpátaljáról, illetve a Vajdaságból, összesen több mint 400-an, nekik próbál a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban, magyar nyelvi környezetben egy olyan hetet biztosítani, ami reményeink szerint teri lesz élményekkel, olyan programokkal, ami ennek a korosztálynak szól. És hát az a másik nagyon fontos üzenet, hogy a szülőknek, annak a közösségnek, ahonnan ezek a gyermekek érkeztek, olyan üzeneteket tudjunk küldeni, hogy a magyar iskolaválaszt és mind a közösség, mint igaz egy ilyen szempontjából fontos. És hát reméljük, hogy ezek a gyerekek, akik most éppen ott vannak, 8 és 14 év közöttiek, számukra ez egy olyan hét lesz, ami hosszú távon megmarad, pozitívan megmarad, és emellett a héten, ahogy is hangzott, van egy színjátszó táborunk Székesfehérváron. Ez most már egy hagyomány, hiszen negyedik éve szervezi meg a Rákóczi Szövetség együttműködésben a Vörös Marti Színházzal, illetve Székesfehérvár város önkormányzatával. Ez is mindig egy nagyon nagy élmény, hiszen azok a diák, akik a Kárpát-medencének különböző pontjáról ide érkeztek, középiskoláskorúak, részesei azoknak a színházi próbáknak, amelyek ott zajlanak, és igazából mindig a fő attrakciója ennek a tábornak az, hogy a diákok részesévé válnak annak az előadásnak, amit aztán a tábor végén bemutatnak a nagy közönség előtt. Még ha visszatérhetek egy picit az elmúlt hetekhez, illetve az előttünk álló hetekhez, azt tudom mondani, hogy a Rákóczi Szövetség két nagy középiskolás tábort szervezett, ezek elsősorban azoknak a diákoknak, iskoláknak szóltak, ahol működnek a szervezetei. Ez a két tábor több mint 1000 középiskolást fogadhatott. Volt egy nagy tanártáborunk is, szintén Kárpát-medencei méretekben. És az anyanyelvi táborok, ami éppen most is zajlik, abból pedig összesen 5-5 szervez a Rákóczi Szövetség, úgymond minden egyes régió fiataljainak, gyermekeinek igyekszünk lehetőséget teremteni, és még az előttünk álló hetek elsősorban az egyetemistáknak kínálnak majd lehetőséget, hogy a Rákóczi Szövetség közösségébe ők is meg tudjanak jelenni a nyár folyamán. Elnök úr, ezekben a táborokban, vagy ezekben a táborokban ugye nagyon sok határon túli, szinte az összes határon túli területről érkeznek diákok, találkoznak anyaországi testvéreikkel. Ezekben a táborokban mennyire hangsúlyos az, hogy itt a közösségek összetartása is erősödjön? Tehát amikor egy vajdasági barátságot köt egy erdélyivel, és utána ma már hála Istennek ugye a közösségi média segítségével könnyedén lehet kapcsolatot tartani ezután is, ez mennyire látszik, mennyire szövődnek itt életre szóló kapcsolatok, barátságok? Ez egyértelműen kijelenthető, és talán főként a középiskolás táborra mondható ezzel, hiszen azok a diákok, akik adott esetben a középiskolás táborainkba érkeznek, ők valamennyien olyan diákok, akik évközben részesei azoknak a utazásoknak, programoknak, ők azok, akik a helyi kezdeményezéseknek igazából a fő aktorai helyben, és ezeket a nyári táborokat a Rákóczi Szövetség egyfajta jutalomnak is szánja részükre. Itt szeretnénk megköszönni nekik mindazt, amit a szövetség ügyért évközben végeznek, és aztán nyilván az itteni találkozások pedig olyan töbletet nyújtanak, ami lehet, hogy csak évek, évtizedek múlva jelenik majd meg, hiszen el szoktuk mondani, hogy ami valakivel középiskolás korában történik, arra jó eséllyel évtizedek múlva is szívesen visszagondol, és az, amikor tizenévesként szembesül azzal, hogy ő lehet, hogy
egy szórványból, egy kisebbségből jön adott esetben Dél-Erdélyből, és találkozik egy hasonló helyzetű felvidéki diákkal, de ugyanakkor látják azt, hogy ott vannak a debreceni, nyíregyházi, pécsi, budapesti diákok is velük együtt. Ez tud egy olyan erőt adni, hogy rádöbben arra, hogy ha otthon kevesebbségben is van, és minden idegen nyelven van kiírva, viszont van egy olyan ország, ahol mindenki magyarul beszél, ami az anyaországunk, és én azt gondolom, hogy ezek a kapcsolatok oda visszahatnak úgy a itthoni magyar diákokra, mint az ottaniakra, és mi abban hiszünk, hogy ezek a találkozások, ezek az élmények hosszú távon hozzá tudnak tenni az egyén, tehát a gyermekek jövőjéhez is, és a nemzetnek a jövőjéhez is, hiszen nagyon fontos az, hogy a magyar kultúrához, a magyar identitáshoz ebben a korban tudjunk adni olyan élményeket, amik pozitívak, fiatalosak, 21. századiak, és talán bízhatunk abban, hogy ezek a táborok is hozzá tudnak tenni a nemzetpolitikához, mint egyfajta építőkő. Elnök úr, köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.